A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai témánk a sportközgazdász mesterképzés megújult tartalommal az Óbudai Egyetemen, és hát itt van velünk azt gondolom, hogy a mesterszak egyik legfontosabb tanára, professzora mindenféle értelemben, András Krisztina. Köszönöm, szervusz. Szépen a meghívást. No, hát akkor visszatértetek, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ez a képzés a Corvinuson indult, mint tudjuk, és most az Óbudai Egyetemen folytatódhat, mégpedig azért, mert hogy egy kicsit kitágult a világ azóta, aztán hiányzott is bizonyos értelemben, és biztos vagyok benne, hogy itt ez megerősítést hordoz az idei esztendő. Kezdjük azzal, hogy a sportközgazdász szakot úgy általában nagyon kevesen tudják, hogy ebben a felgyorsult 21. századi világban mi mindent lehet ezzel a diplomával kezdeni, illetve melyek azok az alapvetések, amelyeket mesterképzésről lévén szó megerősítetik az előző időszakban tanultak. Annyit hagy pontosítsak, hogy hála Istennek el sem mentünk. Tehát 2016 nyarán történt kezdődött az a történet, amikor ugye az az ígéret hangzott, hogy a Székesfehérvár megyei jogú városa olyan akadémiai tartalmat és szakot is kap, ami az országban sehol máshol nincsen. És ennek az ígéretnek az egyik nagyon fontos betöltője volt a sportközgazdász mesterszak, amelyet azért is tudtunk megtenni, mert akkor a felsőoktatásban megjelent ez, és egyébként, hogyha megnézzük a nemzetközi akadémiai világot, akkor ez egy egyedülállónak tekinthető szakma és hivatás, minimum a térségünkbe, mert hogy közgazdászokat képezünk, de egy nagyon speciális alkalmazott területre, azaz a sportvilágába. Ugye a közgazdász hivatás amúgy is egy nagyon nagy felelősség, hiszen a közjó érdekében kell segíteni, hogy a társadalom hatékony, vagy a társadalom céljai hatékonyan valósuljanak meg. Ezért nagyon-nagyon sok érintettel dolgozik egy közgazdász, és ez egy alkalmazott terület, bár természetesen úgy képzünk, hogy a nálunk végzettek, azok bármilyen más területen is megállják a helyüket, de alapvetően a sportvilágának nemzetközi és hazai jövőbeni sportvezetőit képezzük. Ez kezdettől egyedülálló volt, mert egyrészt a város, Székesfehérvár megyei jogú városa fantasztikus lehetőségeket rejt. Természetesen nem csak a sport területén, de egy nagyon támogató és klassz közeg, akár a rendezvényekre gondolunk, akár a létesítményekre, folyamatos fejlesztések, és mindig szoktam mondani, hogy egy jó döntést lehet egy területet stratégiai ágazatnak megtalálni, a sport esetében mindenképpen így lehet, akár annak aktivitására, vagy akár amikor megtekintjük és nézzük a hazai sportolók sikereit, hogy olyan közösségi erő képződik, ami ma a 21. században inkább támadás alatt van, sem mint fejlesztés alatt, de ahhoz, hogy ez betölthesse ezt a szerepet, ahhoz itt is értő sportvezetőkre van szükség. A sportközgazdász mesterszak kezdettől ezt így kívánja betölteni. Abban egyedülálló, és ez kezdettől így van, hogy Fehérváron egyedülálló, hogy mi ezt duális formában tesszük. Az élet igazol is minket, hiszen ma már, amikor kutatási világ és szemléletváltás, akkor egyre többet hangsúlyozzák azt, hogy a gyakorlati problémákra kell reflektálni. Tehát minden tisztelet az alapkutatásokért, az alkalmazott kutatásokért, transzlációs kutatásokért, de gyakorlatilag akkor jó ez az egész történet, maga a tudomány, annak a termelése, értékelése és az átadása, a tudás átadása, hogyha mindig reflektál a körülötte levő kihívásokra, problémákra, nem csak rövid távon, közép, hanem hosszú távon. Tehát a mi célunk az, hogy ilyen szakembereket képezzünk, és azt meg tudjuk jól, hogy a városnak egy nagyon-nagyon fontos az oktatás és a felsőoktatás területén van egy olyan
különlegessége, amit nem sok hazai város mondhat el, ez a duális képzési forma, ahol megint mi még egy csavart raktunk rá, hiszen nem csak arról van szó, hogy partnerekkel dolgozunk együtt, azaz a képzés megy 2,5 napon keresztül az órarendben a kampuszon, tehát akadémiai formában, hanem abban is, hogy a gyakorlatorientáció még abban is megjelenik, hogy a hallgatóink akár választhatják azt a karriert, hiszen ez egy mesterszak, hogy ők már munkaviszonyban vannak, nem akárhol, hanem sportszervezeteknél, tehát kvázi egyszerre zajlik az akadémiai és a gyakorlati tudásnak az átadása. A csavar, amit mi még belehoztunk kezdettől a duálissal, az a sportolóknak a specifikuma, hiszen hazánkban és itt a városban is nagyon jellemző, nagyon sok sportágban tehetséges sportolók vannak, akik mennek azon a szocializációs közegben, hogy általános iskola, középiskola, és adja Isten, hogy a felsőoktatást válasszák, annak alap, aztán mesterképzési szakja, de azt azért érezni kell, hogy az ő életükben annyira speciális az életük, hiszen a fókuszuk akkor az életmódra, a sportolásra, a teljesítményre fókuszál, hogy ahhoz, hogy beleférjen az oktatás, és az abban ugyanúgy sikeresen való jelenlét, az egy nagyon erős mentori, egy nagyon erős tehetségre összpontosító tanári attitűdöt vár el. Ezért nekünk ez is egy nagyon fontos missziónk, hogy ilyen értelemben kettő sportolói karriert segítsünk, hogy ezek a tehetségek, akik tehetségek a sport területén, ők a oktatásban is részt vehessenek. Meggyőződésem, hogy a kettő összefügg, egyfajta kiegyensúlyozottságot, egyfajta nyugalmat ad. A sportteljesítmény oda-vissza erősíteni fogja, hogyha tanulásban is sikerek vannak, és hát ugye bármikor, ne adja Isten egy sérülés miatt, vagy egyszerűen a pályafutás befejezte után, ők ugye megállják a helyüket, mert közben kitanultak egy hivatást, figyelve arra, hogy milyen készségei, képességeik mire predesztinálja őket. Már pedig azt megtanulhattuk ideje korán, hogy a gazdálkodástudomány és a sporttudomány kézenfogva jár ma már. Én azt hiszem valamennyi sportágnál, amelyek egyébként figyelemfelkeltők, ráadásul én azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a különböző sportágokat. Ha csak itt Fehérvárt nézzük is, az alapsportágak közül nagyon is üzleti alapon működik valamennyi. Ehhez pedig valóban szakemberek kellenek, tehát elfelejthetjük az 50-es éveket, tehát a sikerhez mindenképpen kell sportközgazdász is, aki megteremti annak a feltételét, illetve kihasználja azokat a lehetőségeket, amit nyújtanak. Ennek tükrében a gazdálkodó szervezet tevékenységében milyen szerepet játszhat a sportközgazdász? Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy a jövőbeni vezetőket képzünk, tehát legyen az, hogy ők egy sportegyesületnél, egy sportszervezetnél, egy sportvállalatnál, sportági szakszövetségnél helyezkednek el, akár hazai, akár a nemzetközi területen, akkor vélhetően rájuk olyan feladatok bízatnak, hogy stratégiai szemléletben gondolkodjon, felelős legyen az egysége gazdálkodásáért, képezzük őket arra is, hogyha valamelyik funkcióban mélyülnek el, legyen az marketing, vagy akár az innováció területén, vagy ha arra predesztináltak, hogy adatokkal dolgozzanak, az adatokból vezetői döntéseket hozzanak, jellemzően valóban ők közgazdászok, tehát nem sporttudomány kell, hogy szeresse és értse a sportot, tehát nem lehet laikus irányába, de ő rájuk nem sporttudományi döntések, tehát nem edzői döntések, vagy testnevelőtanári döntések szivilatnak, hanem vezetői döntések. Ugye amire utaltál, valóban a 20. században a két koordinációs mechanizmus az, hogy mennyi csippentsünk a piaciból, és mennyi legyen a bürokratikus állami koordinációból úgy tűnt, hogy dominánsá a piaci, az üzleti vált. Én mindig óvatos lennék azért arra, hogy a sportvilágát egy az egybe az üzlet logikájával kövessük. Én azt szoktam mondani, hogy mindenképpen értenem kell az üzlet logikáját, hiszen az érintetti körben minden egyes sportvállalat, sportszervezet találkozni fog az üzlet világával, akár egy szponzorációs tárgyaláskor, akár egy televíziós jog kapcsán, és még sorolhatnám, vagy akár ugye a fogyasztóval való kapcsolat is szolgáltatásként értelmezhető, de soha nem szabad elfelejteni, hogy ettől még a sportvilágának megvannak az egyedi sajátosságai. Tehát az innovatív szemlélet elkerülhetetlen. Ez elkerülhetetlen, plusz azt is nagyon fontosnak találom,
hogy nagyon nagy változások vannak. Tehát körülöttünk a világban nagyon nagy változások vannak. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor egyszerre kell ötvöznöm a tradíciókat. Tehát nagyon-nagyon fontos nagyobb történelmi léptékben áttekinteni a folyamatokat. Ugye te odáig tekintettél vissza, hogy mondjuk egy 50-es évek Magyarországának milyen sport jellemzője, de én még visszatekintenék akár egy Kléberzer kunói időszakra, mert akkor megint egy más mintázat lesz, hogy mi is a sport szerepe, mi lehet a sport szerepe, ez nem változott azóta sem. Tehát egyrészt a tradíciók és hagyományokat nagyon fontosnak tartom, ugyanakkor ezt kell ötvözni valóban az innovációval, az újdonsággal, és a 21. század megmutatja nekünk, hogy nagyon komplexen érdemes mindent vizsgálni, nem jó ez az atomizáció, amikor teljesen specializálódunk, ezért a nagyon-nagyon klassz az Óbudai Egyetem adta lehetőség, amelyik egy nyitott, innovatív egyetem, illetve nagyon sok tudományterület van, tehát most, amikor a szakot újra szabhattuk és megújítottuk, és nem csak az oktatás módszertanában, hanem tartalmában is akár élhettünk újdonságokkal, akkor szinte habzsolni tudtuk azt, hogy ezen az egyetemen jelen van a mérnöki tudomány, jelen van az informatikai tudomány, vannak kiberbiztonsági, vannak védelmi biztonsági dolgok, amelyek a sportvilágában mind-mind nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Most szépen össze tudjuk kapcsolni tantárgyakba, és egyáltalán a képzésnek a belső tartalmába. Plusz még egy dolgot hagy hozzak ide, hiszen ez mindig mindannyiunk érdeke, a közösségformálás. Egyébként a szak általában egy kisebb létszámú szak, ahogyan utaltam rá, tehát nagyon alkalmas arra, hogy a tanár-tanítvány viszony az a szakmain túl tényleg arra tudunk fókuszálni, hogy figyeljük, hogy milyen készségek, képességek, és hogyan segítjük ahhoz a vágyott karrierúthoz, amire hozzánk vagy minket választó hallgatók kívánnak befutni. De ugye a készségek, képességek fejlesztésében nagyon fontos az ő elkötelezettségük, meg az, hogy egy összetartó közösséget hozhassunk létre a ma későbbi alumni és alumnával. Az Óbudai Egyetemnek ez is egy nagyon fontos jellemzője, hogy egy összetartó egységet jelentenek a polgárai, mint ahogyan nem véletlen, hogy pontosan tudod, hogy minden tanév közös felsőoktatási tanévnyitóval zárul, és nagyon szép ünnep akkor, amikor a város a belépő fiatal gólyákat a város polgáraivá választja, és ugyanilyen szép ünnepünk egyébként szakhoz kötődően végzős gála, illetve a diploma osztó, tehát hogy egy összetartó szakmai közösségnek a részesei lesznek a hallgatóink. Rendkívüli kihívás a speciális elméleti tudást összekapcsolni a gyakorlattal, hiszen minden sportág más, ha így vesszük, értelemszerűen, tehát az alapokat ugye el kell sajátítani, az egyértelmű. A másik az elméleti képzésben, másrészt pedig olyan gyakorlati teendők várnak ilyen értelemben a sportközgazdászokra, már aki egy-egy klubnál helyezkedik el, és nem a nemzetközi létben találja meg a jövőjét, hogy ezt elég nehéz megvalósítani. Ez így van. Az elejétől jellemző volt a szakra, de majd mindjárt mondom, hogy milyen kihívásokon gondolkodtam, és hogy miben szeretnék most új válaszokat is adni. Az elejétől jellemző volt a szakra, hogy ez a gyakorlatorientációra mi fókuszáltunk. Ezt meg is tudjuk tenni, mert ahogyan mondtam, akár el sem kell hagynunk a várost, olyan lehetőségünk vannak létesítmények megtekintésére, rendezvényeken való részvételre, amelyet nem lehet tanteremben megtanulni, kint lehet megtanulni a gyakorlatban, akár projektfeladatok által, vagy akár a hallgatóink bevonása által. Ugyanezt a gyakorlatorientációt segíti a duális képzési forma, de itt is figyeltünk rá, hogy ne csak azoknak a hallgatóknak, akik valóban felvételt nyernek, és végül ők duális sportközgazdász diplomát kapnak, hanem a normál képzésben résztvevők számára is. Ezért nálunk egy létesítménymenedzsment tantárgyat úgy kell elképzelned, hogy egy felépített tematikában létesítményeket látogatunk. Tehát nem tanteremben, nem tőlem hallják a hallgatók, hanem azoktól a szakemberektől történik az ismeret és tudásátadás, akik nap mint nap kint vannak, és küzdenek a különböző kihívásokkal, vagy válaszokat, hatékony válaszokat adnak. Még egy gondolat vissza, hogy miért is jó az üzleti világot jól ismerni, nem csak azért, hogy beszéljem a nyelvét, nem csak azért, mert partnerem lehet, hanem azért, mert az üzleti világ rendre versenyiparágokban van, és az ember a versenyt hatékonyságra kényszeríti, tehát ott nagyon jó gyakorlatokat lehet adaptálni, figyelembe véve úgy, hogy a sportnak specifikumai vannak.
A gyakorlatorientációnak mégis a közösségépítésnek még egy nagyon fontos pillére van nálunk, ezek a különböző szakmai programok. Tehát egyrészt a mi hallgatóink különböző sportgazdasági általunk rendezett, vagy pedig partnerként jelen vagyunk más programokban, ilyen volt a Sportforum Hungary, ilyen volt most a Futballforum Hungary, ahol a hallgatóknak lehetőséget nyújtunk arra, hogy jöjjenek el egy ilyen konferenciára, egy tanterem, egy fél év nem tudja biztosítani ezt a sok inspiráló motiváció előadást, vagy beszélgetést, amit a különböző előadások szünetében nemzetközi és hazai szakemberekkel folytathatnak, kapcsolati tőkét építve. De ugyanilyenek a szakmai napjaink, amikor mi szervezünk valamilyen fókuszt, vagy élünk a kutatók készakája adta lehetőséggel, vagy akár többnapos szakmai kirándulásokat szervezünk. Ugye ezek egyszerre szolgálnak szakmai, másrészt közösségformáló dolgokat. Ugyanakkor nagyon foglalkoztatott az, hogy igazán a nálunk végző hallgatóknak mindig az elhelyezkedése, ők lesznek a nagyköveteink. Nagyon sokszor egyébként utána duális partnerekké válnak, duális mentorokká, oktatóinkká, mert megvan bennük a felelősség, hogy az utánuk jövőket is akár tanítsák. Ezért egyébként nagyon hálás vagyok, mert folyamatosan gazdagszunk a tudással. Azonban feléjük gondolkodtam, hogy az elmúlt években hogy olyan vezetői kihívásokkal találkozhattak, mint a világjárvány, majd találkoztak az energiaválság, most az infláció adta kihívásokra, és azon gondolkodtam, hogy úristen, mi képeztük-e őket arra, hogy majd amikor sportvezetőként egy ilyen kihívással találkoznak, akkor jó válaszokat adjanak. És arra jutottam, hogy azért létezik a szakirodalomban és a stúdiumok közül olyan irodalom, vagy olyan tudás, amelyel segíteni tudjuk, hogy a majdan egyébként nem előre nem tudható kihívásokra ők felkészült választ adhassanak. Ezért ennek a megújított szaknak a középpontjába a változás vezetés szakirodalma áll, bár én már úgy hoztam be egy változtatás, hogy egy picit arra is utaljunk, hogy amennyire lehet proaktívak legyünk ezekbe. Ugye ezt is megmutatta most nekünk a világ ezekkel a nagyon sikeres, egyébként jellemzően Ázsiából jövő országok története. Ugye ha megnézed, akkor az elmúlt 35-40 évben olyan országok emelkedtek fel egyébként a tudomány területén, amelyekre korábban nem fókuszáltunk. Mondok pár példát, Izrael, Szingapur, Dél-Korea, rengeteget tudunk tanulni tőlük. És hogyha megnézzük, hogy milyen sikerük alapja, akkor az innovációt általában úgy kapcsolják össze, hogy azonosítják, hogy a saját nemzetgazdaságunknak mi a kihívása. Ugye Izrael tekintetében ez az állandó fenyegetettség és háborúban lét, ezért ugye ők a hadiparra fókuszálnak. Szingapúrnak adja az az egyébként nem nagy terület, ásványi kincsekben különösebben nem gazdag, mégis össze kell raknod, és egyfajta városállamot kell működtetned, ott mire fókuszálsz? Közös fókusz lehet az, hogy az életminőség. Ugye minden nemzetgazdaságot sokféle mutatók alapján tudunk azonosítani, ilyen lehet például akár a születéskor várható élettartam. De ez sem mindegy, hogy nem csak hogy hány év, hanem az életen belül mit töltesz valódi életminőségben, amihez akár összekapcsolódik a munka. Meddig tudod ezt olyan értelemben kitolni, hogy valóban aktívan és boldogan vegyél részt, és egyébként a munkaerőpiac kihívásaival is foglalkoz. Fontos kérdés, bocsánat, hogy ez átültethető a sportra? Abszolút. Abszolút, mert a sport, ha belegondolsz, az aktív életmód, ami a sport, az hordozza ezeket az értékeket, hiszen mindaddig, amíg valóban mi sportolunk korunknak megfelelően, addig mi egészségesek vagyunk, nem csak fizikai értelemben, hanem ugye összefügg a mentális egészséggel is. Tehát most azt látom, hogy igazán úgy kapcsolunk össze, hogy most hívjuk úgy, hogy sportinnovációs ökoszisztéma, sport, egészség, ipar, innováció. Tehát azt látom, hogy ebben az új szakban, illetve az, amit Fehérvár felsőoktatása az Óbudai Egyetem akadémiai keretében kínál nekünk, az pont egy ilyen összekapcsolódó tudás. Ezért nagyobb fókuszt fog kapni az új szak életében változás, változtatás, menedzsment, ezért nagyobb fókuszt fog kapni a sportinnováció, mert hogy a mi szakembereink nem csak a hivatásos sportra, hanem ugye a sportnak azért számos gyönyörű területe van, ilyen lett a szabadidősport, ezek összefüggnek természetesen, tehát valahol az egész rendszernek van egy nagyon széles pillére a szabadidősportolás, illetve
akár a szocializációs helyen való sportolás, lásd, ez iskolai sport, egy középiskolában levő sport, az egyetemi sport adta lehetőségek, legyen a szervezet formában, egyesületi műhelyekben. Ez hogyan kapcsolód össze, hogy egyébként az aktív életmód, azaz nem csak az egyénnek, az nagyon-nagyon értékes a nemzetgazdaságnak, de legalább annyira értékes a munkahelyeknek, hiszen teljesen más teljesítmény, más egészség, más hiányzások, a TB-kasszára másként hat. És akkor ott van még, amiről talán nem beszéltem, a diplomáciai hatás, ami szintén nagyon fontos, hiszen lesznek olyan hallgatóink, akiből az a karakter és tehetség bontakozik ki, hogy ő nagyon-nagyon kiválóan megállna a helyét a hazai és a nemzetközi diplomácia területén. Pontosan tudjuk, hogy a sport stratégia ágazat, mindig el szoktam mondani, hogy egyébként ugyanis stratégia ágazat volt már Kléber Zerkunónál, de 98 és 2002 között is, de amióta jól látható és következetes, az 2010 óta. Ennek sok pillére van. Egyrészt a létesítmények fejlesztése, amivel ha végig gondolod, akkor mind akár a város, régió, de akár ország tekintetében, most már azért nincs okunk arra, hogy szomorkodjunk, hiszen felépültek nagyon-nagyon fontos létesítmények. Itt én egyaránt gondolok a tornacsarnokokra, a tanúszodákra, tehát mindaz, ami az aktív életmódot bármilyen korosztály számára biztosítja, illetve azokra a sportlétesítményekre, amelyek akár módszertani központként itt maradva szolgálják, vagy azok, amelyek egy-egy nagy rendezvénynek otthont adva, de utána a városnak, az országnak a sportolási lüktetésében szerepet játszanak. Egy-egy ilyen létesítménynek a működtetése sem ugyanazzal a metodikával és gondolkodással megy, mint egy korábbi létesítmény, tehát itt is szükség van a szakmai tudásnak a megújítására, fejlesztésére, a fiatalok bevonására, illetve amikor elnyerünk egy-egy hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvényt, vagy ahogyan a város nagyon gazdag ebben, hiszen minden évben Gyulai Memoriálnak ad otthont, rallit rendez, különböző utcai futóversenyeknek ad otthont, vagy ugye teniszcentrumban kiemelkedő teniszrendezvények vannak, de még sorolhatnám, hiszen annyira gazdag, akkor hogyan használom föl ezeket a rendezvényeket arra, hogy ezt becsatornázzam a város gazdasági működésébe, a városi lakosok büszkeségébe, de nagyon-nagyon szépen használhatod, ehhez is kell egy stratégiai gondolkodás, és akkor visszatérve a diplomáciához, ugye nagy öröm az sorra halljuk, hogy nemzetközi sportági szakszövetségek, vagy azok regionális egységei Magyarországot választják központjuknak. Ez megint egy nemzetközi válásban, az ország becsatlakozásában és még szorosabb ottlétében a sportvilágában egy nagyon fontos diplomáciai eszköz. Most kaptuk a hírt, ugyebár. Arról nem beszélve, hogy rendkívül fontos szerepet játszik a sport városunk életében is. Tehát térjünk egy kicsit haza. Az alapsportágak közül azt hiszem nem panaszkodhatunk, hiszen a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, illetve a jégkorong is megjelent. Tehát egy frissen végzett sportközgazdász, mesterszakos sportközgazdásznak nyilván a különböző sportágak specializációját is meg kell tanulnia, hogy tudjon segíteni. Erre felkészít mesterszak? Ez így van. Vannak kifejezetten sportgazdasági specifikumú tantárgyak. Például akár elindul egy olyan ív, hogy a sportrendezvények világával ők foglalkoznak alap, aztán stratégiai. A másik, amit, hogy megtekintjük az alapját a sportgazdaságtani alapok tantárban, amelyre utána ráépít a sportág gazdaságtana, mikor meg kifejezetten rátekintünk, hogy ezeknek a sportáknak, még ha vannak is hasonlóságuk a működésükbe, de van egy csomó specifikuma. Ezeket a tantárgyakat is úgy szoktuk tanítani, hogyha lehet helyszínekre megyünk, hiszen más az egy tanterembe, és más az, amikor még az atlétikát a bregyó közben nézhetjük át az arak otthonába, ahol akkor rögtön kézzelfoghatóvá válik, hogy mit is jelent az adott sportág, és mik lehetnek a kihívások benne, tehát valóban a tantárgyak elkezdenek akár ebben a formában is specializálódni. Egyébként nem csak a csapatsportág és a tau látványsportág, hanem az olimpiai sportágnak is van egy fontos fókusza, hiszen ezeket a sportágokat is lehet sok módon csoportosítani,
az egyik ez a csapatsporták, a másik az egyéni sporták világa, de a mi képzésünkben például fontos szerepet kap a technikai sportágak világa is, hiszen a technikai sportág az megint egy olyan disziplína kör, ahol annyi multiplikatív hatás van, hiszen egy autó, egy motorsportnál az messze túlmegy a sportági hatáson, annak nagyon fontos ipari vonatkozása van, annak nagyon fontos beszállítói kapcsolódása van, nagyon fontos munkaerőpiaci hatása van, nagyon fontos befektetői tőke érkezési hatása van, tehát ők közgazdászok, nekik messze többet kell tudniuk arról, hogy mit jelent ez a Forma 1-es hétvége, és rendezvényszervezés szempontjából, hanem azon túlmutatva, mit jelent az Magyarországnak, hogy 1986 óta folyamatosan minden évben, ugye kivéve a Covid adta korlátokat kivéve, de minden évben megrendezésre kerül egy futam, illetve hát ugye örömteli, hogy aláírásra került a futam, azaz a Magyarország, a magyaródi pálya a licenszének hosszabbítása, illetve egy nagyon komoly létesítményfejlesztés. No, hát tulajdonképpen mára ennyi volt az időnk, úgyhogy én köszönöm szépen, de már is felhívom kedves nézőink figyelmét, hogy rövidesen találkozunk. Ismét egy egészen más, egyelőre titkos témával fogunk jelentkezni, illetve abban az értelemben nem titkos, hogy sok mindenkivel számos találkozhatnak. Számos tervünk van. Még így annyit hagyd mondjak el, hogy nagyon speciális most ez az időszak, pótfelvételi, tehát mindenki, aki azt gondolja, hogy csatlakozna hozzánk 23. szeptemberébe, augusztus 6-án éjfélig a Felvi rendszerében tud a pótfelvételibe jelentkezni. Igazán egy motivációs szóbeli beszélgetés vár rá, illetve széles a bemenetünk, de ha esetleg valaki nem a gazdálkodástudomány területéről jött, akkor kérjük, hogy ő hozzon magával egy leckekönyvet, megnézzük a tantárgyait, hogyha esetleg szükséges, akkor különbözeti tárgyat írunk elő, de az a lényeg, amit mondtál, hogy várjuk őket aztán a regisztrációs héten, a beiratkozásnál, és nagyon sok szakmai programmal készülünk. Köszönöm szépen, és találkozni fogunk a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Benne. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. A sportközgazdász mesterszakról beszélgettünk András Krisztinával. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.